Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ebben az évben, ezen a vasárnapon van a szűzanya Lurdi megjelenései kezdetének napja, ahogyan a betegek világnapja is. Milyen sokan keresnek gyógyulást Jézus anyjánál, akár úgy, hogy elzarándokolnak a franciaországi zarándokhelyre, kegyhelyre, akár bárhol imádságban, abból a meggyőződésből kiindulva, amit a litániában így fogalmazunk be meg: betegek gyógyítója, könyörögj értünk. És ezen a napon sok templomunkban kérik és veszik fel idős, beteg testvéreink a szent kenetet, azaz a betegek szentségét, remélve enyhülést, gyógyulást, vagy ha az az Úr szándéka, hogy hazatérjenek, akkor annak békés, méltóság teljes módját. Az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus is egy beteggel találkozik, és hogy ő egy leprással találkozik, akinek törvényi kötelessége lett volna messze elkerülni a lakott területeket, és az egészséges embereket azt sugallja, hogy bizalmat keltett Jézus az emberekben, a legkiszolgáltatottakban is, amiért mertek közeledni hozzá. A leprás magatartása pedig annak szép példája, hogy a követelőző, erőszakos ima meghallgatás törekvéssel szemben hogyan igazán illő Isten elé járulnia az ő irgalmára rászoruló bajba jutottnak. Leborult erőtte, írja Szent Márk. Stella Leonti atya mondta egy beszédében: aki nem tud leborulni, az kiborul. És tényleg milyen sok a kiborult ember? Talán mert tényleg nem tudnak leborulni? Láthatóan egyre többen nem borulnak téldre a templomokban, az eukarisztia előtt, a szent misén az átváltoztatás csodájánál, és milyen sokan nem fedezték még fel a szentségimádás óriási erejét, hogy mekkora titkok rejlenek benne, amikor csendben leborulunk az Úr jelenlétében, aki ha magunkat szabadon, örömmel és szeretettel megalázzuk, bizony, amint megígérte, felmagasztal. Az Isten jelenlétében való megalázkodás nem megalázó, éppen ellenkezőleg, felemelő, megszentelő, ahogyan már Mária is megjövendölte hála énekében. A gőgösöket lesöpri trónjukról, de az alázatosakat, őket felmagasztalja. Leborult előtte és kérlelte, folytatja az evangélista. A sokféle imamód egyike a kérő, de a magyar fordításban ez a kérlelte szó, ez árnyalja a kérő ima értelmét. Mint amikor a hang elcsuklik az elérzékenyüléstől. Ilyen a kérlelte üzenete is. Isten jelenlétében, hatalma erőterében, szeretete olvasztó közelségében, együttérzése és jóindulata tapasztalatában, amit azzal jelez Szent Márk, hogy Jézus nemhogy idegenkedne a betegtől, hanem meg is érinti. Elcsuklik az ima hangja, tompul a követelés éle, csorbul a kételj hegye. És a leprás megérzi, aki megérinti őt, az nem fél attól, hogy megfertőződik, hogy rituálisan tisztátalanná lesz. És miért nem? Mert hatalmasabb a betegségnél. Mert ő maga a tisztaság,
mert ő szent. És amit a leprás érez, az már hitvallás. És akkor kimeri mondani, amit kér. Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. A csodának mindig feltétele valami fajta hit. Emlékszünk, Názáretben nem is tudott Jézus csodát tenni, mert az ottaniak hitetlenkedtek. A leprásban a hit már megvan. Kifejezte ezt bátor közeledésében, alázatos leborulásában, és most is, amikor kérlel. És ez sem akárhogyan. Úgy kérlel, ahogyan majd Jézus tanítványainak ima mintául adja, hogy amikor imádkozunk, így imádkozzunk. Legyen meg a te akaratod, Atyám. A hittel kérlelőt hívő alázata nyitottá és engedelmessé teszi egy magasabb rendű akarat, egy vele kapcsolatos szeretett terv gazdájának a szándékára. Ez a szándék pedig, amely itt és most cselekedni képes, egy örök terv része. Aki itt és most akarja a tisztulást, az akarja, hogy a megtisztult az övé legyen, és így örök legyen. A most a hitben tágul örök ké végtelenné. Isten és ember találkozása mindig ezt a reményt hordozza magában. Adja Isten, hogy mindig a leprás alázatával közeledjünk, mindig az ő hitével higgyünk, és engedelmességével legyünk érdemessé örökségünkre. Amen.